Az Európai Parlament döntése értelmében azokat az országokat, amelyek az Unióval szemben vezettek be vízumkényszert, ugyanebben az elbánásban részesítenék. Másrészről minden olyan országtól megvonnák a vízummentes beutazást fél évre, ahol ez valami miatt szükségesnek mutatkozna. Ezt a mechanizmust emelhetik jogerőre az Európai Unió belügyminiszterei hamarosan. Az álmenedékkérők és az illegális bevándorlók számának jelentős megnövekedése miatt függeszthetik fel a vízummentességet. Biztosan nem áll fenn annak a veszélye, hogy ilyen héten vagy hónapon belül esetleg Szerbiát egy ilyen szankciós újtsa. Ugyanakkor ez a tegnapi döntés, ez egy nagyon-nagyon világos figyelmeztetés Szerbia számára is, és a többi nyugat-balkáni ország számára is arra vonatkozóan, hogy ez a kérdés ez mennyire fontos, és ez a probléma mennyire súlyos néhány Európai Uniós tagállamban. A mechanizmus ratifikálása ugyanis nem teszi lehetővé azt, hogy rövid időn belül bármelyik országgal szemben a vízumkényszert bevezessék. Ha januárban megkezdődnek Szerbiával a csatlakozási tárgyalások, az ország az illegális menekültáradat kérdéseiről és a helyzet megoldásáról is tárgyalásokba kezd. Olyan helyzetben Szerbia januárjától az Európai Bizottsággal együtt tud, és a korábbiaknál még szorosabban együttműködve tud dolgozni ennek a problémának a leküzdésén. Az Európai Parlament döntése majd annak jogerőre emelése várhatóan arra sarkalja majd a nyugat-balkáni országokat, hogy vegyék komolyabban és kezeljék kiemelten az álmenedékkérők és az illegális bevándorlók ügyét.